Állami kézben a hitelállomány mellett jövőre a Mária Púcsi iskola működtetése is átkerül az államhoz. Átvállalt hitel összesen 28 millió forint fejlesztési és folyószámla hiteltartozást vállal át a Paszabi önkormányzattól az állam. Innováció. A logisztikában és a digitális jelfeldolgozásban hasznosítják a matematikai alapkutatások eredményeit. Csak kisebb fennakadásokat okozott a közlekedésben a havazás. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A keddesti havazás ellenére a megye útjai jól járhatók, sehol sem okozott jelentős fennakadást a télire fordult időjárás. A lehullott néhány centiméter hó folyamatosan olvadt az utakon, a Magyar Közút megyei igazgatóságának tájékoztatása szerint az esti és az éjszakai órákban 18 gép dolgozott az utakon, a síkosság mentesítésre 67 tonna sót és 2200 liter fagymentesítő oldatot használtak fel. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban számottevő csapadék nem várható, viszont a hétvégén újabb jelentős havazásra kell számítani. Mária Púcs több mint 100 millió forintos hitelállományát is átvállalja az állam, tájékoztatta a helyieket Simon Miklós országgyűlési képviselő. A politikus elmondta, a kormány döntése alapján minden 5000 fő alatti település teljes tartozását rendezik. A lakossági tájékoztatón a kisváros polgármestere kiemelte, a hitelállomány mellett jövőre a helyi iskola működtetése is átkerül az államhoz. Megyénk egyik legkisebb városa Mária Púcs, ahol közel 2200-an laknak. A településnek 2002-ben 122 millió, míg 2010-ben már 220 millió forintos tartozása volt. Az adósságállomány az elmúlt években felére csökkent. A kormány megbízásából a képviselők elviszik a jó hírt a településekre, miszerint az 5000 fő alatti településeken a kormány javaslatára az állam átvállalja az adósságállományt. Ez Mária Púcsot több mint 100 millió forinttal érinti. Sajnálatos módon Papp Bertalan kollega súlyos örökséget kapott, több mint 100 millió forint adósággal, és szeretnénk a polgármestereinken enyhíteni vállukon, róla terhet levenni. A tájékoztatón elmondták, a hitelátvállalásról szóló szerződéseket a közeljövőben írják alá a településvezetőkkel. A Mária Púcsi polgármester pedig már arról szólt, hatalmas segítséget jelent a település önkormányzatának az adósság átvállalás. 60-65% a működési kiadásunk volt. Egy abnormális eset történt a rendszerváltás óta, hogy a települések működését nem fedezték le. Mária Púcs esetében az azt jelenti, hogy az okmányiroda, építés, gyámügy, iskolát kötelezően el kellett látnunk, de 2002 óta az állam fokozatosan kivonult ennek a felelőssége alól, és így hitelt hitelre kellett felvennünk, amik ezt eredményezte, hogy több mint 100 millió forint hitelállományunk van most jelenleg. Mária Púcson közel 45 millió forintot fordítottak évente oktatásra, ezt már jövőre nem tudják vállalni, mondta a polgármester. Papp Bertalan hozzátette, a 3000 fő alatti településeknél nem csak a pedagógusok bérét, hanem többek között a működési és energiaköltségeket is átvállalja az állam, így lényegében a hitelállomány mellett a helyi iskola is átkerül az államhoz, ezzel is tehermentesítik a Mária Púcsi önkormányzatot. Összesen 28 millió forint fejlesztési és folyószámla hiteltartozást vállal át a Paszabi önkormányzattól az állam. Vinnai Győző kormány megbízott többek között erről egyeztetett a településen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 települése közül 180-at érint az adósságkonszolidáció. Az 5000 lakos alatti településeknél, így Paszab esetében is, a kormány a teljes tartozást átvállalja. A kormány 1956 településen összesen 612 milliárd forint értékben vállalja át az önkormányzatok tartozását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 229 településből mintegy 180-at érint az adósságátvétel. Vinnai Győző kormány megbízott többek között Paszabon is tárgyalt a tartozások rendezéséről. Mint mondta, az adósságkonszolidációra azért van szükség, mert az önkormányzatok 2002-től évről évre egyre inkább eladósodtak.
ki kell hoznunk az önkormányzatokat az adósság csapdájából, hiszen az elmúlt években feladatokat kaptak, és forrásokat nem, ezért kezdetben fejlesztési hiteleket, később pedig működési hiteleket vettek föl, és gyakorlatilag ezek a hitelek már elborították az egyes településeket, mivel helyi bevétel sok helyen nincs, különösen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az egyeztetésen elhangzott, a kormány az önkormányzatok adósságállományát december 28-áig rendezi. Tajti Péter PASZAP polgármestere elmondta, csak a működtetésre felvett folyószámla hitel 9 millió forint. Elsősorban fejlesztési hiteleink vannak, és sajnos utána később fontos volt működési célú hiteleket is felvennünk, hiszen a fejlesztéspolitikánk nekünk is úgy volt a településen, hogy elsősorban olyan fejlesztéseket csináljunk, ami hasznára lehet az önkormányzatnak, vagy kiegészíti azokat a kötelező feladatokat, amik az önkormányzatot terhelték. Sajnos az volt a probléma, hogy a kötelező feladatok nem voltak kellőképpen lefinanszírozva, és így folyamatosan bekerültünk egy olyan adósságcsapdába, illetve adósságspirálba, hogy működési célú hiteleket is fel kellett venni. PASZAP-on a fejlesztési és működési hitelek összege közel 30 millió forint. Tajti Péter polgármester szerint a feladattípusú finanszírozás januári bevezetése is segít az önkormányzatokon. PASZAP-on az általános iskola fenntartója az állam lesz, a település vezetése a helyi óvoda működtetését látja majd el, ehhez pedig, mint mondta, elegendő forrást tudnak előteremteni. A logisztikában és a digitális jelfeldolgozásban hasznosítják azoknak a matematikai alapkutatásoknak az eredményeit, amelyek egy tudományos projekt révén valósulnak meg a Nyíregyházi Főiskolán. Az Európai Unió támogatta pályázata a felsőoktatás és a versenyszféra szorosabb kapcsolatát segíti elő. A Nyíregyházi Főiskola kutatói által elért nemzetközileg elismert és kiemelkedő eredményekre alapozva indult tudományos projekt az intézményben. Egy pályázat révén három kutatócsoport, hallgatók és fiatal kutatók bevonásával alapkutatásokat valósít meg. Az úgynevezett diadikus analízis területén elért új elméleti eredményekkel a digitális jelfeldolgozás és a logisztika területén értek el eredményeket, amivel a különféle digitális jelekből álló egységek vizsgálatára adnak jobb matematikai modellt. Hogy mondjak esetleg két olyan konkrét dolgot, amit minden bizonyan mindenki ismer, egyik talán a JPEG, hogyha számítógépen képeket nézünk, akkor amögött, hogy egy digitális képet viszonylag kismértékűre össze lehet tömöríteni, amögött ez a matematika van, úgynevezett Walsh transformáció, vagy mondanám az MP3-at, ami szintén egyfajta hangtömörítési eljárás, vagy esetleg egy harmadik dolgot, az automatikus arcfelismerés. A projekt során megvalósuló kutatások segítik az informatikai rendszerek leterheltségének előrejelzését, illetve adatforgalmának feldolgozását, vagy a biztonsági problémák elhárítását. A logisztika területén is megbízható előrejelzés ad az úgynevezett készletgazdálkodás területén. A projekthez kapcsolódva nyitó konferenciát tartottak a főiskolán, a pályázatot több mint 400 millió forinttal támogatja az Európai Unió. December 16-áig kell bejelentkezniük az adóhatóságnál azoknak a diákoknak, akiknek nem sikerült a felvételie és elhelyezkedni sem tudtak. Ugyanez vonatkozik azokra a hallgatókra is, akik lediplomáztak, de még nem találtak munkahelyet. Egyéni járulék fizetésre az adóhatóság ügyfélszolgálatán lehet bejelentkezni egy erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével. A társadalombiztosítási járulékot havonta csekken kell befizetni, amelynek összege jelenleg 6390. forint. A kötelezettségükről az érintettek egy tájékoztatót kapnak a napokban, aki nem rendezi biztosítotti viszonyát a határidőig, az visszamenőleg késedelmi pótlékkal számolhat. Innováció és versenyképesség címmel rendeztek konferenciát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Hazalátogatott egykori iskolájába az olimpiai bajnok Kökény Roland, a londoni ötkarikás játékokon kajak kettesben aranyérmet szerző sportoló, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskolában tartott élménybeszámolót a jelenlegi növendékeknek. A hétvégén hatodik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Móricz Kupa nemzetközi lányröplabda tornát. Szombaton és vasárnap 7 magyar csapat mellett 5 határon túlról érkező együttes lép pályára a Móricz és a Zai tornacsarnokában.
Innováció és versenyképesség címmel rendeztek konferenciát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A rendezvényen a kis- és középvállalkozások innovációjának fontosságára hívták fel a figyelmet a szakemberek. Itt elhangzott, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012-től az állami költségvetésből kapott 450 millió forintos forrásból is gazdálkodik, ebből mintegy 250 millió forintot különítettek el a kis- és középvállalkozások kutatásfejlesztési és innovációs képességének fejlesztésére. A kötelező kamarai regisztráció bevezetésével, valamint a szakképzési törvény módosításával alapjaiban változott a területi kereskedelmi és iparkamarák feladatrendszere. Januártól az állam is hozzájárul a feladataik ellátásához, ennek köszönhetően a 23 területi kamara esetében 250 millió forintot különíthettek el a kis- és középvállalkozások kutatásfejlesztési és innovációs képességének javítását célzó programokra. Két eszközt használunk fel erre ebből a forrásból. Egyrészt minden területi kamaránál megfinanszírozunk egy munkaerőt, legyen ez főállású referens vagy tanácsadó, aki ebben a szakmában működik, és ez a feladata, hogy segítse a kis vállalkozásokat ezeken a területeken. Másrészt 150 millió forintot elkülönítettünk ebből a 250-ből, amelyre a területi kamarák pályázhattak a legkülönbözőbb ilyen irányú projektek végrehajtására. A rendezvényen nem csak a kamarák, hanem egyéb szervezetek innovációs szolgáltatásait is megismerhették a résztvevők. A Miskolci Egyetem kutatófejlesztő cége még 2009-ben nyert 1 milliárd forintot, úgynevezett K+F-es, vagyis kutatásfejlesztési, valamint innovációs feladatokra. A programnak köszönhetően 80 ipari partnerrel kötöttek együttműködést, emellett 150 kutatót alkalmaztak az egyetem kompetenciájába tartozó kutatási területeken. A KKV szektorban partnerünk jelentős része azért a régióból származik, de nem kizárólagosan, tehát általában azt mondjuk, iparági elhatárolás van, tehát nagyon sok energetikai típusú, környezetvédelmi típusú, gépészeti, kohászati, bányászati témához kapcsolódó kutatást végeztünk, és így módon ugye ebben benne vannak a nagy multiktól a helyi innovatív KKV-ig sok mindenki, mint partner. A rendezvényen az is elhangzott, 22 területi kamara, 35 innovációs projektje kapott támogatást, többek között ez a nyíregyházi rendezvény is. Ezeket a pályázatokra elkülönített 150 millió forintos alapból közel 126 millióval támogatták. 25 millió forintból újabb innovációs szolgáltatásokra írnak ki pályázatot a területi kamarák számára. Az Ökotárs Alapítvány harmadik éve szervezi meg az Év Fája versenyt, amelybe közösségek, családok és magánszemélyek jelölhetik a számukra fontos fákat egy történet kíséretében. A három év alatt így több mint 250 olyan fát ismerhetett meg a közönség, amelyekre a körülöttük élő emberek különös figyelmet fordítanak, védik őket, gondoskodnak róluk. A közönség szavazáson minden eddiginél több, összesen 25 ezer voks érkezett. Az Év Fája címet idén az Egri termálfürdő területén élő keleti platánfa nyerte 7115 szavazattal. Ötödik lett a Cégénydányádi öreg hölgy nevet viselő juhar levelű platán. A Kendekúria parkjában található fát még az 1800-as években ültette Kende Zsigmond. A hatalmas lombkoronájú platán törzsének kerülete közel 7 méter. Az igazi különlegesség az épület mögötti tisztáson található. Négy fogatos Mikulás csoport járja a nyírbátori kistérség valamennyi települését. A kistérségi Nagy Mikulás járásnak elnevezett megmozdulást először tavaly szervezték meg a gyermekek legnagyobb örömére. Az egy évvel ezelőtti Mikulás járás sikere miatt idén is szára pattantak a fehér szakállasok. Ez azért fontos dolog, mert hátrányos helyzetű gyerekek sokasága van a térségünkben, és én úgy gondolom, hogy azzal a szaloncukorral, amit a Mikulások adnak a gyerekeknek, azzal is egy szívmelengető lépést tesznek. Máskülönben pedig a gyerekek hetekig beszélnek róla, és ez nagyon fontos dolog. Holnap 11-kor felöltöztetjük a település karácsonyfáját, a gyerekek öltöztetik, mi csak nézzük, és örülünk neki, és onnan indulnak a Mikulások a településre, 6 Mikulás összesen, és belátogatnak a szegényebb sorsú családokhoz is, meg hát a tehetősebbekhez is természetesen. Köszönöm.
Hazalátogatott egykori iskolájába az olimpiai bajnok Kökény Roland. A londoni ötkarikás játékokon kajak kettesben aranyérmet szerző sportoló a nyíregyházi Arany János Gimnázium és általános iskolában tartott élménybeszámolót a jelenlegi növendékeknek. Az Arany aulájában az iskola büszkeségei között már jó ideje látható Kökény Roland fotója. A sportpályafutását Nyíregyházán kezdő és Londonban megkoronázó kajakos általános iskolai tanulmányait az Aranyban végezte, és ahogyan az őszi látogatása alkalmával megígérte, amint ideje engedte, egy élménybeszámoló erejéig visszatért egykori iskolájába. Mindig fura érzés ide visszajönni. Legutoljára 2004-ben voltam itt az úszodalvatón. Előtte meg akkor, mikor befejeztem az általános iskolát, az hiszem 89-ben volt. Úgyhogy mindig fura érzés, főleg találkozni a régi tanáraimmal. A bajnok korábbi testnevelő tanára, az iskola jelenlegi igazgatója, Kantár Attila nagyon fontosnak tartja azt, hogy példaképeket állítsanak a fiatalok elé. Nagyon örülök, hogy Roli elfogadta ezt a meghívást, és most itt személyesen is példa és minta lehet a gyerekek számára. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon fontos, hogy pozitív mintát, pozitív példát lássanak a életükbe, és ez Roli egy tökéletes személy arra, aki ezt igazolja, hogy egy kitartó, következetes munkával meddig lehet elérni, és hová lehet eljutni. Nagyon fontos a gyerekeknek. Mint Kökény Roland elmondta, már napi két edzéssel készül a jövő évi versenyekre, amelyek közül a nyárvégi világbajnokságon szeretne ismét a dobogó tetejére állni. Az olimpiai bajnokra az élménybeszámolót követően egy rövidebb erőnléti edzése felérő feladat is várt, ugyanis rengeteg aláírás kellett kiosztania a lelkes hallgatóságnak. A hétvégén hatodik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Móricz Kupa nemzetközi lányröplabda tornát. Szombaton és vasárnap hét magyar csapat mellett öt határon túlról érkező együttes lép pályára a Móricz és a Zai tornacsarnokában. A korábban 13 alkalommal megrendezett Hunyadi Kupa utódaként immár 6. alkalommal rendezik meg Móricz Kupa néven Nyíregyházán a 7. és 8. osztályos lányok számára két röplabda tornát. A névadó iskola együttese 3 sorozatban aratott győzelem után tavaly a 4. helyet szerezte meg, így idén javítani szeretnének Moravszky Gyuláné tanítványai. Nem lesz viszont könnyű dolguk a hazaiaknak, hiszen rangos lesz a torna mezőnye. Nagyon erős mezőny várható. A magyarok közül a KRA, Vasas, Újpest, Bem, Arany, Kecskemét, és nem utolsó sorban a Móricz iskola. A 3 nyíregyházi csapat az a Nyersulinak az utánpótlás csapatai közé tartozik. Most iskolai színeiben versenyzünk, amúgy pedig már országos gyerekbajnoksági szinten egy csapatként indulunk. A külföldiekről pedig ők mindig rejtélyek és titokzatosak, mert mindig hoznak meglepetéseket, hiszen tavaly is a román adep nyerte a Móricz röplabda tornát. Hát úgy gondolom, hogy jók lesznek a szlovákok is, a szerbek is, Kikinda érkezik, ő még nem volt a Móricz röplabda tornán, első alkalommal vesz részt nálunk. Reméljük, hogy jó erőt képvisel. A többi külföldi csapatok, mint a Csehországból Prága, aztán Romániából Szatmárnémeti, Prešov Szlovákiából, és még Vranov, szintén egy szlovák csapat, de küzdelmes mérkőzéseket szoktunk játszani együtt. A szervezők 4-3-as csoportba osztották a csapatokat. A szombat reggel 8:30-kor kezdődő mérkőzéseknek a Móricz és a Zaj tornacsarnok ad majd otthont. A döntő a tervek szerint vasárnap 15 órakor kezdődik a Móriczban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Mária Puzs több mint 100 millió forintos hitelállományát is átvállalja az állam, tájékoztatta a helyieket Simon Miklós országgyűlési képviselő. A lakossági tájékoztatón a kisváros polgármestere kiemelte, a hitelállomány mellett jövőre a helyi iskola működtetése is átkerül az államhoz. Összesen 28 millió forint fejlesztési és folyószámla hiteltartozást vállal át a Paszabi önkormányzattól az állam. Vinnai Győző kormány megbízott többek között erről egyeztetett a településen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 települése közül 180-at érint az adósságkonszolidáció. A logisztikában és a digitális jelfeldolgozásban hasznosítják azoknak a matematikai alapkutatásoknak az eredményeit, amelyek egy tudományos projekt révén valósulnak meg a Nyíregyházi Főiskolán.
A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták, híreinket megtekinthetik weboldalunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! Holnap változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre az ország legnagyobb részén számítani lehet. Az éjszakai órákra keleten is felszakadozik a felhőzet, napközben pedig több-kevesebb napsütés szinte mindenhol ígérkezik, csapadék már sehol sem lesz. Az északnyugati szél tovább mérséklődik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 3 fok között alakul. Éjjel eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Reggelre helyenként párássá válik a levegő. Kisebb havazás még előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 6 fokig csökken a hőmérséklet. Napközben változóan felhős időnk lesz, néhány órára a nap is kisüt, csapadék kialakulására nem kell számítani. A változó irányú, majd az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül, délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. A határaink közelében is változóan felhős napos idő lesz, jelentős csapadék nem jelentkezik, de az éjszakai órákban szorványosan előfordulhat havazás. A hőmérséklet éjszaka általában mínusz 7, nappal pedig mínusz 1 fok körül alakul. A hét második felében az ország nagy részén hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, de a sokfelé kemény éjszakai fagyok után napközben sem mindenhol emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. A hétvégén és a jövő hét elején sokfelé valószínű havazás, az erős szél miatt pedig hófúvások is kialakulhatnak. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Az időjárás jelentést az Electrolux Lehel Kft. Támogatta. Electrolux, a fenntartható fejlődésért. A műsorvezetőt a Fleur divat öltöztette. Szépség, kényelem, igényesség egy helyen. A műsorvezető frizurája a Cvik Beauty szépségszalonban készült. Cvik Beauty, szakértelemmel a szépségért.